Sziasztok srácok, itt is köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és az a helyzet, hogy ez a videó egy ö, olyan videó, amit hát nem terveztem elkészíteni, ugye egyáltalán nem számítottam rá, és hát ö, amit a index képen láttatok, az megtörtént velem, viszont nem egy olyan módban, ahogy azt fejlesztően gondoljátok. Tehát nem engem bannoltak le, hanem... Ö, másban voltak le, és hogyan befolyásol engemet? Nos, úgy befolyásolt engemet, hogy ma, meg tegnap is volt egy ládaítós stream, és egyébként holnap is lesz, mert mindig nem jutottam ki a ládaítókat, és az a lényeg, hogy szépen ment a Facebookon a ládaítós stream, nem volt semmi probléma, léptem be a fiókokba, beléptem, kinyitottam a ládákat, ott hagytam. És volt egy... Um, egy srác, akinek ismerős volt egy kicsit elsőre az e-mail címe, az, hogy most ez mi volt, pontosan az lényegtelen meg, hogy ki volt, úgyhogy az a lényeg, hogy ismerős volt az e-mail címe, de mondom, ládákat küld mindegy, elküldte a fotót, elküldte a mindent, elküldte a Supercell id és ugye ilyenkor Supercell ID-val belépek a fiókba, kinyitom a ládákat, és kilépek. That's it, ennyi szokott történni. Nos, az a helyzet, hogy az történt most, hogy ugyanúgy megadta a Supercell ID-t, én beírom az e-mail címet, vagy e-mailbe kapsz egy kódot, azt megadja a kódot, én belépek, és ott vagyok bent a fiókba, nyitom a ládákat. Ennyi. És ez meg is történt, megadta az e-mail címet, beírtam, beírtam a kódot, ott is voltam bent, és hát azt történt, hogy egy olyan felirat pop volt, hogy Bannova vagyok, illetve az a fiók van Bannova nyilván, ahova beléptem, és megpróbáltam átjelentkezni. Mondom, hát ez mit csinál, miért ad egy olyan fiókot, amiben, amiben ugye le van tiltva, és ezzel először még nem volt probléma, azt hittem, hogy elmondom egy kis troll, tudjátok, tök mindegy, és, és akkor hát rájöttem, hogy hát nem tudok átjelentkezni a másik fiókomban. Szóval konkrétan most az iphone om a Brawl Stars-ba nem tudok belépni, nem tudok játszani, szóval ezt most meg is tudom nektek, itt vagyunk szépen a kezdőkijelzőmön, itt van, itt a Brawl Stars, szépen rányomok, elindul a játék, tökéletes, és azt írta, hogy bannolva vagyok. Tehát itt látszik, hogy bannolva van ez a fiók, és próbáltam letörölni a játékot, újra telepíteni a telefont, újraindítani, semmi nem működött, Tehát a Supercell ID hiába van, egyből mielőtt belépne a játékba, ez meggátol a téged. És ez, ezzel az a probléma, hogy Androidon, hogyha Androidon lenne, akkor ez könnyen meg lehetne oldani, ugyanis uh, fogod magad, uh, a beállításokba kitöröd a Brawl Stars adatait, és akkor olyan, mintha újból kezdened a játékot, tehát nem kell az egész telefont újra rakni. Ez Androidon nagyon egyszerűen uh, megvalósítható, viszont hát uh, nekem nem Androidon van, úgyhogy ezt nem lehet megcsinálni, és utána olvastam, meg a live-ba is mondtak tanácsokat, és hát kiderült, hogy ezt csak úgy tudom orvosolni, hogyha újra rakom a telefonomat. Szóval le kell mentenem, le kell törölnöm róla mindent, hogy tudjak holnap live -olni ezzel a telefonnal. Szerencsére a barátnőm egyébként megmentett, már odaadta a telefonját, és az övén folytattam a ládaintás, szóval nem akadt meg a Steam, csak kicsit annyira annyira megijedtem eleinte, hogy mi lesz, és hogy nem tudom megoldani. Egyébként gondoltam, hogy a, az ürőrákás meg fogja oldani, de most nem akarom úgy rakni a telefonot, nincs túl sok kedvem hozzá. Egyébként nem sokára lesz egy új telefonom, úgyhogy mondjuk ez amúgy is meg kellett volna csinálni ezt a mentést, de tök mindegy, ez most így alakult, gondoltam, hogy ezt így elmesélem nektek. És egyébként az a vicces, hogy kiderült, hogy nem is akárki csinált ezt a dolgot, most direkt nem mondok nevet egyébként, de egy magyar Hát, nem, nem, nem nevezném youtubernek, mert igazából trollkodni szokott, meg hülyeskedni, meg klikbétel, meg és, és szerintem elég gáz, amit csinál, minden videójánál uh, igazából le van véve az, hogy látsz, lásson, hogy mennyi like és dislike van rajta. És szerintem elég sok mindent elmondta, hogy milyen videókat csinálhat a sár, de ezzel még nem is lenne baj, ez az ő dolga. De hogy ő neki, tehát hogy az e-mail címe a is küldött, az a YouTube névjegyében ott volt az e-mail cím, hogy ez az övé. És egyébként én egyből rá gondoltam, mert már láttam és csinált rólam is érdekes videókat, meg más magyar brawlszászosokról is. Szóval mindegy azért az elég gáz, hogy um, amit csinál, és ő volt. És ő volt, és aztán így egy hogy ha, csak törölt ki az adatokat, és akkor minden úgy lesz, és így hát um, iPhone-om van. Szóval ez nem így működik, és egyáltalán miért akart valakivel ilyet csinálni, miért akarod megszivatni, nem értem, nem értem, hogy ez ennek mi értelme van, hát te nem visz előre, Úgyhogy nem tudom, remélem, hogy most boldog is, és nagyon jól érzi magát, nem, nem remélem ezt, de hogy nem gondoltam volna, hogy egyszer, egyszer ez be fog következni, gondoltam, hogy mondom ezt nektek így elmesen videóban, úgyhogy ez csak egy ilyen kis bejelentkező videó lett volna. Holnap már visszatérek a normális videókkal, meg folytatom a ládanyítást is egyébként, mert tényleg nem fejeztem be, annyi láda volt, meg nyilván ezzel is egy csomó időt el voltam foglalva, úgyhogy ha valaki kíváncsi az egészre, hogy mi történt pontosan live-ban, hogyan reagáltam le ezek a dolgokat, hagyok egy linket a leírásba, a Facebookon a live-ot meg lehet nézni, mert a bot csatornámra még mindig le vagyok maradva fény évekkel, Úgyhogy ennyi lett volna ez a Storytime kis videócska. Szerencsére a barátnőm telefonján simán be tudtam lépni a fiókomba, szóval semmi probléma nincs. Kár igazából nem ért, csak annyi újra kell a telefonat és nyilván streamer és közben nem tudom újra rakni a telefonomat, szóval kénytelen voltam más telefont használni, de megoldottuk, és, és nincs para. Üm, csak hát nem értem, hogy erre mi szükség volt. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, srácok. Nem kérem, hogy nyomjatok lájkot, viszont a véleményeteket mondjátok el kommentben, és hát akkor találkozzunk. legközelebb is. Sziasztok! Thank <music> you.